Üzenet a palacban. Kedves utasaink, közeledünk úti célunkhoz. Megkérjük, hagyják a dohányzást, és csatolják be biztonsági öveiket. Hol vannak? Biztos késnek egy kicsit. Itt lesznek, ne izgulj. Látom őket! Apa! Szia! Úgy örülök neked. Szia! 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 Ó, hello, szia. Kis öreg. Mi a baj, ha? Hú, de édes. Gyönyörű baba. Kösz. Akkor mehetünk, ugye? Igen, mennünk. Ó, azért megadom a számom. Még nem megyek vissza Chicagóba. Pár napig Cape Codban maradok, úgyhogy... A tavalyi panzióban. Tudom, megvan a szám. Figyelem, figyelem. A 360... Akkor búcsúzzel a mamától, jó? Adj, szia, mami. Jaj, nagyon fog szívni. Hívjál. Jó. Bármikor. Szia. Szeretlek. Szia. Szia, mami. Elnézést a késésért, hölgyeim. Na is merre induljunk? Pénzügyi tanácsadó. Nem régiben vált el. Ó, remek ütlet. Szóltam Jessinek, de ő nem ír rá. Látta, hogy eszi a palacsintát? Helen! Minden falatnak megadja a módját. Ugyan már. Ugye tudja, mit mondanak a magas szikár férfiakról? Hogy nagy a lábuk. Jó reggel! Véletlenül tudom, hogy ma délután épp színházba készül. Akkor én sétahajózni megyek.
Drága Catherine, sajnálom, hogy ilyen rég nem beszéltem veled. Úgy érzem, eltévedtem. Se térképem, se iránytűm. Mindenbe beleütközöm, mint aki eszét vesztette. Azelőtt sohasem tévedtem el. Te mutattad a helyes irányt. Amíg te jelentetted az otthont, mindig hazataláltam. Ne haragudj, hogy dühöngtem, amikor elmentél. Úgy érzem, tévedés történt, és még mindig reménykedem, hogy Isten helyre hozza, amit tett. Most már valamivel jobb. Segít a munka. De legfőképpen te segítesz. Tegnap álmomban újra láttam a mosolyodat, amely átölel, mint egy szeretőt. Elringat, mint egy gyereket. Az álmomból nem emlékszem másra, csak a mérhetetlen békére. Ezzel az érzéssel ébredtem, és amíg lehetett, próbáltam ébren tartani. El akarom mondani, hogy úton vagyok-e béke felé. És azt is, hogy mennyi mindent sajnálok. Sajnálom, hogy nem vigyáztam rád jobban, hogy egy percig se kelljen fáznod, félned, vagy rosszul lenned. Sajnálom, hogy nem tudtam jobban szavakba önteni az érzéseimet. És azt is, hogy nem javítottam meg az ajtót. Azóta megcsináltam. Sajnálom, hogy veszekedtem veled. Sajnálom, hogy nem kértem elégszer bocsánatot. Túl büszke voltam. Sajnálom, hogy nem dicsértem eleget a ruháidat és ahogyan a hajadat fésülted. És sajnálom, hogy nem tartottalak vissza, hogy Isten se tudjon elvenni tőlem. Aláírás szeretettel, G. Hű, de szomorú. Istenem. Nem, inkább csak nagyon őszinte. Még az is lehet, hogy több száz éve írták. Géppel írták, Alma. Egész jó. Kár, hogy nem te írtad, igaz? Én e-mailen küldtem volna. Viszont tudom, mit szeretnél. Ha így kezdődne, drága Tereza. Jaj, drága Charlie, nincs olyan nő, aki ne vágyna ilyen szerelmes levélre. Na ne, hogy te legyél az iránytűje, viccelsz. Különösen a magányos nők, ugye? Á, szóval annak tartasz. Beszéltél bárkivel is, amíg oda voltál? Néhány vicc erejéig? Jól éreztem magam. Igazán? Uh-huh. Mégis előbb jöttél vissza. Mert szeretem a munkámat. Begubózol, írnod kéne. Ó, inkább maradok a kutató munkánál, Charlie. Nélkülem hogy írnád a rovatot? Neked még nem tűnt fel, hogy itt mindenki Mr. Tuskénak szól, itt tiszteletből? Igen, de én hátul gombolós korod óta ismerlek. Neked meg gyors volt a lépted, és könnyű a szíved. Algidon, Stéla Tónál, Harcourt Brace, 1948. Azt hittem, én írtam. Hello, Jace, hogy vagy? Ó, oh, te vagy az Lina. Nem, bocs. Azt hittem, ő telefonál. Nem, nem aggódom, csak hiányzik. Tudom. Hogy? Nem, épp most hoztam be, miért? Micsoda? Üzenet a palackban. De jó ég, hogy tehetett ilyet? Nem, nem tudom elhinni, hogy megtette. Most mit vagy úgy oda? Nem lett volna szabad lehozni, érted? Ez valakinek a magánügye, a legféltettebb, bocsás legbelsőbb gondolatai. Ezt a levelet nem neked írták. Tudom, hogy nem nekem írták. Úgy van. De én találtam. Csak nem magadra vetted, azért vagy így kiakadva? Hm? Nem vagyok kiakadva. Én csak... De igen, egy kicsit. Ó.
karácsonyi bulin kellett volna nyomulnod. Hello, Szili. Tereza. Ezt nézd meg. Ez mind a palackpostás üzenettel kapcsolatban írták, jó mi? Tessék. Mit szólsz? Még van két dobozzal, hozd is fel őket, jó? A mai postával jött. Jó segge van. Szóval Charlie azt mondta, minden más tegyünk félre. És mindegyikre válaszol. Nem. Csak átnézzük őket, megnézzük, kinek tetszett, kinek nem. Aztán kiszórjuk a dilinyósokat, a legjobbakat pedig leközöljük. Ráharaptak. Óriási sztori. Nagyobb, mint a zsírszegény piskóta ügy, vagy mint a polgármester a férja. Elképesztő. Förtelmes a rovatuk. Ez nyilván negatív, ugye? Ezt hallgass meg. Bárcsak több férfi volna képes őszintén kimutatni az érzéseit, ahelyett, hogy a pont-pont-pont távirányítóba kapaszkodva folyton a sportközvetítéseket dominálnak. Elküldte nekem, talán ugyanaz a személy írta ezt is, ezért elevél kíséretében elküldöm önöknek. Mi az? Mi az? Drága Catherine. Nem, most hülyéskedsz, ez komoly. Hangosan, olvast fel. Drága Catherine, nincs olyan pillanat, amikor ne lennél mellettem. Javítgatom és tesztelem a hajókat, s közben, mint a dagály, áradnak az emlékek. Ma eszembe jutott, milyen fiatalok voltunk, amikor elmentél tőlünk egy nagyobb világba. Nem árultam el, mennyire féltem. Küzdöttem ellene, s azzal nyugtattam magam, hogy egy nap visszajössz. Gondolkodtam, mit mondjak, mivel fogadjalak, ha újra megjelensz. Százféle dolog megfordult a fejemben. És mit mondtam végül? Nem sokat. Szólni se tudtam, csak csókoltalak. És te csak annyit mondtál, itt maradok. És újra az jár a fejemben. Istenem, mit mondanék, ha valahogyan mégis visszatérnél? Bob, itt Tereza a Tribune-tól. Igen, tudom, rég beszéltünk. Volna egy kis munka a számodra. Először egy nyomtatott emblémás levélpapírnak kellene utána nézned. És szükségem volna egy írógép szakértőre. Az ön által keresett írógép egy 980-as Olympic Hertzfogel. Német. És régi. És ez a típus volt nálunk kereskedelmi forgalomban az utóbbi években? A billentyűi kilettek cserélve. Aki a régi típusú gépeket szereti, felújítatja. Szóval ez a levél nem lehet régebbi 5 évesnél. Akkor még él. Lehet, hogy fiatal. Tereza, ez tetszeni fog. Kérted, hogy vizsgálják meg a dugót. Megtörtént. Vízben ázott körülbelül 2 évig. Csak 2 évig? 2 évig. Ó, Andy angyal vagy. Ugyan, rám ne számíts. Színezett üveg. 89. És ha igaz, egy A betű. De küldök róla egy fotót. Az nagyon izgis lehetett. Tényleg? Szóval tetszik a pici, mi? Tereza! Tereza! Még mindig sietsz. Sosem tudunk beszélni. Tedd le! Aha. Tedd le! Várj egy picit, Jace. Mi van? Emlékszel a virginiai vendéglős nőre, aki szintén üzenetet talált egy palackban? Képzeld el, ugyanaz a papír, az embléma, az írógép. Vedd át, 5-ös vonal. De igen, beszélni akar veled. Jason-nel beszél. Hidd vissza! Jace! Nem tudja elfaxolni. Faxolni? Ez egy Isten háta mögötti vacak kis vendéglő. Honnan tudjam, hogy egyáltalán van-e faxgépük? Faxolja el. Jó, jó. Itt vagyok. Ne, mesélj még Bunker Hillről. Minden hajónak és kikötőnek, a családomnak, barátaimnak és minden ismeretlennek. Semmi, drága Catherine. Nem, ezúttal nem. De a papír és az írógép is ugyanaz. Szerintünk ez lehet az első vagy az utolsó üzenet, igaz? Aha. Úgy van. Ez egy üzenet és egy fohász. Az üzenet. Utazásaim során nagy igazságra jöttem rá. Megtaláltam azt, amit mindenki keres, de kevesen találnak meg. Azt a valakit, akit életem végéig szeretni fogok, aki akár csak én, ismeri a külső zátonysort, az Atlanti-óceánban. Az Észak-Karolinában van. Úgy van. Legalább egy tucat város van arra felé, de csak 4 olyan, ahol megél egy hajóépítő és javító cég. Akkor megvan. Van tudósítónk és testvérlapunk Wilmingtonban. Egy hét alatt simán megtaláljuk. Na, mi befogadunk? Most mi van? Oda akarok menni. Szeretné megkeresni. Na, és mit csinálsz, ha megtalálod? Azt még nem tudom, de szeretnék elmenni. Pehjed van. Rád itt van szükség.
Charlie, hisz a múltkor te magad küldtél el Indiába, amiatt a környezetszennyezési ügy miatt. És 3 napra Texasba, a tengerészgyalogosokhoz. Az egészen más volt. Miért kell ezt pont neked csinálnod? Hogy pont nekem? Izgat a dolog és kész. Izgat? És mi van, ha egy tetőtől talpig tetovált fószer, és ne adj Isten jókor a priusza van? Ha? Magyarázd el neki. Csak attól félek, hogy túl sokat vársz az egésztől. Nem várok semmit. Ez kutató munka. Azt hiszed, Heathcliff várott? Vagy maga Hamlet? Pedig a fickó valószínűleg csak éhebb kapitány. Szóval nem engedsz el. Kockáztatni kell, nem igaz, Charlie? Erről papolsz nekem 2 éve. Hogy kockáztassak? Emlékszel, hogy megkértél, hívjam fel a külső zátonsor összes papírboltját? Igen, jut eszembe, van egy pár új címem. Megvan. Micsoda? Mi van meg? Felhívtam egyet Morehead Cityben, és azt mondták, emlékeznek a vitorlás emblémára. Azt mondják, maguk az ügyfelek tervezték. Ők azok. Ne szólj Charlie-nak. Képes lenne telefonon elintézni. Megtalálta Tereza. Menj és kopogtass be hozzá. Sharks out there in the ocean, and I said I'm only going for a swim. I am no mermaid, and I am no fisherman's slave. I am no mermaid, I keep my head above the waves. Hölgyem! Segíthetek? Ó, elnézést, én csak nem győzök betelni a régi házakkal. Ingatlan ügynök? Nem. Megengedi, hogy lefotózzam ezt a házat? Egy magazinnak. Ön jehovista? Nem. Lefotózni erre még nem gondoltam. Nem adhatok rá engedélyt. Miért nem? A ház a fiamé. Én másutt lakom. Arrafelé. Szóval őt kell megkérdeznie. A kikötőben lóg valahol Garrett Blake. Sosem visel kalapot. Értem. Köszönöm. A Playboytól jött? Csodálom a címlapjaikat, de a lapot sosem veszem meg. Bárki tudja, mit hoz a jövő. Elnézést. Köszönöm. Ezt még befejezik, mert itt már elég volt a kicsit. Jó napot! Jó napot. Szép napunk van. Igen, gyönyörű. Legszívesebben kihajóznék. Gondolom. Szép hajó. Rendbe hozza? Igen, azon igyekszem. Mondja, ez a foglalkozása? Ugyanis... Nem, csak hétvégi hobbi. Csak nem hajót szeretne javítatni. Igazából én... Van itt a városban valaki. Műhelye van. Garrett! Most éppen egy schooneren dolgozik, 12 méteres, gyönyörű vonalak. Tényleg? A fából épült hajó az igazi. Köszönöm. Nincs mit, szép napot. Magának is.
Szeretem a régi hajókat. Ez egy 12 méteres schooner, ugye? Ez egy Alden schooner. 1922-es. Maine-ben építették. A magáé? Nem. Én csak helyre pofozom. Szép vonalak. Feljön a fedélzetre? Jó. Vigyázzon a tócsákra. Gyönyörű. Nagyon le volt robbanva? Elhanyagolták. Nem becsülték. Ismerős érzés. Kétlem. Turista? Csak ismerkedem a helyjel, az emberekkel. A nevem Teresa Osborne. Garrett Blake. Hallom, éjszakról jött. Tényleg? Igen. Chicagóból. Kutató munkát végzek. Miről? Mindenféléről, egy újságnak. Meg tudnám mondani, hol tudnék vitorlázni, amíg itt vagyok? Igen, a túlparton bérelhet hajót. Ó, nem, nincs benne gyakorlatom. Egyáltalán. Bár lenne, de nálunk csak prérik vannak. Úgyhogy... ebben nagyobb pancser vagyok. Elnézést, hogy feltartottam, és köszönöm. Holnap reggel kiviszem. Próbaút. Ki a fokhoz, aztán vissza. Körülbelül egy óra. Ha akar, velem jöhet. Jó. Az jó lenne. Hét körül. Rendben. Köszönöm. Ha korábban jönne, ott leszek a büfében. Korábban? Hétnél? Remek. Akkor itt találkozunk. Rendben. Vagy a büfében. Gyertek, fiúk, dobjunk be egy felest! Hello, Chad, hogy mint? Kösz, meg vagyok. Jesszusom, Chad. Ahogy elnézem, ide mindig ugyanazok a pofák járnak. Minden áldott nap. A turisták meg a palasinta bárba. Hát menjenek. Hozzád kik járnak? Ugyanazok a halászok. Egy fakezű ács, meg egy vaksi szerelő. És egy tolvaj, aki hajókat bütykel. Jól van, ne kezd már megint. Miért? Aki elveszi azt, ami a másé, az bizony tolvaj. Igazam van? Nincs igazad, ha a bíró szerint nincs igazad. Nem igaz? Úgy van. Nagy szájú seggfej. Mit mondtál? Honnan tudtad, hogy hozzád szóltam? Na jó, azt hiszem, jobb lesz, ha hívom Pete-et. Ha megint szétveritek a csehót, esküszöm mindkettőtöket, följelentelek, és mehettek a sitre! Aki tolvaj, annak a sitkón a helye. Nem vettem el semmit, se tőled, se senki mástól. Szerintem igen. Akkor hazudsz, Johnny. Nem, mert hazugnak nevezni! Adjátok akkor! Kérek csináld a fiúk! Adjátok akkor! Adjátok már, ne hagyjátok már! Elég legyen, hogy már akkor! Hát a pisirát! Hagyd már az Istenért! Csak egyszer bírnád ki szó nélkül! Menj, Gered! Minek húzod fel magad? Menj, menj már! Hagyd a fenébe! Lyukasd már, Johnny! Eresszetek! Vége, nem hallod? Ne nyúlkálj! Engedj! Thank you.
Azt hittem, nem jön. Csak azért jöttem, hogy lemondjam. De nem akartam csak úgy szó nélkül, mert azt utálom. Sajnálom az előbbit. Gyakran bunyóznak erre felé? Ezt bowlingozás helyett csinálják, vagy... Talán találkozunk még. Én mindenképp kimegyek. Nem tart soká. Nem is tudom. És ha megharagszik rám? Nem nagy hajó. Én nem szeretek verekedni, Tereza. Bowlingozni se. Mielőtt elmegy, eloldaná azt a kötelet? Megköszönném. Köszönöm. Hello. Hol nem vagyok útban? Majd kikerülöm. Ne szálljak ki! Bocsásson meg. Régen beszédesebb voltam. Ó, tudott elbűvölő is lenni? Kár, hogy lekéstem. Az a férfi a büfében. Régi ügy. Ne vegye tolakodásnak, de mennyire régi? Szóval ez a munkája? A vájkálás? Nem, ezt beszélgetésnek hívják. Talán segíthetek, diplomám is van. Csak nem elszerette 8. a barátnőjét. Nem. Elvettem a húgát. Most maga jön. Igaz? Rendben. Még házas? Nem. És maga? Nem. Van egy fiam. Helyes kölyök. Sokat randizik? Nem. Maga? Úgy látom, kezd belejönni. Vigyázzon a fejére. Van híred anyádról? Kaptam levelet. Még mindig utál. Ne mondd. Szerintem kicsi neked. Micsoda? Az a Jackie. Milyen Jackie? Az övé. Kié? A reggeli nőjé. A hajón hagyta. Szóltál neki? Felhívtad? Nem. Gondoltam, te majd beadod neki, ha a városba mész. Eszemben sincs. Vidd el neki te.
Nem akarod újra látni? Talán. És? Tudod, apa, ez nem olyan egyszerű. Te leszel ő? Én leszek te. Itt a Jackie. Egy ilyen Jackie. Nem sétál be minden héten. Pillanat! Jó estét! Ezt nálam felejtette. Ó, köszönöm, hát itt voltam és észre se vettem. Köszönöm. Nem akar bejönni? De. Szép szoba. Viktor János század elő. 44-ben alakították át fogadóvá. De ezt biztos maga is tudja. Sosem jártam itt. Ó, hát persze. Miért is járt volna ez ide, Valósi? Ez a szülővárosa. Kellemes volt ma reggel. A hajó is jól bírta. Nem kapott léket. Vagy ilyesmi? Nem. Köszönöm, hogy visszahozta a Jackit. Szívesen. Tudom, hogy most köszöntem meg ezredszer, de az a helyzet, hogy fogalmam sincs, hogy mit mondjak. És azt sem tudom, miért jött, mert maga sem mond semmit. Hát én sem tudom. Eszik húst? Marha húst. Néha. Isteni sztéket tudok csinálni. Ahhoz értek a legjobban. Most felvág? Igen. De igaz. Nagyon érdekes. Köszönöm, hogy beavatott. Szívesen sütnék magának. Holnap este. Igazán? Tudja, ma reggel a hajón nekem is kellemes volt. Hánykor? 6-kor. Rendben. Foster Lane 18. Tudom. Tudja? Tudom, csak is a víz mellett lakhat, igaz? Igaz. Itt minden a víz mellett van. Jó hét. Jó hét. Hello. Ide talán. Igen. Jöjjön be. Nem tudtam, hogy ilyen közel lakik. Gyalog jött? Remélem, szereti a vöröset. Igen, egyet már ki is nyitottam. Ez igen. Nem kell segítség? Nem, csak érezze magát otthon. Jó. Tölthetek? Igen, köszönöm. Pompás ház. Micsoda fények. Ó, de szép ez a hajós festmény. Hihetetlen, szinte hallani a szelet. Helybeli festő festette? A feleségem Catherine. Meghalt 2 évvel ezelőtt. Sajnálom.
Maga is fest? Nem. A papám meghalt, mikor egyetemre jártam. De emlékszem, a mamám az egyik ingét a széken hagyta a hálószobában. Valószínűleg azért, hogy... talán még most is ott van. Hé, hey, Gerett, nézze, zavarban vagyok. Azt hiszem, túl sokat ittam. De valamit el kell mondanom. Én is zavarban vagyok. Én csak... Mi az? Én nem... Ez nem szokásom. Akkor jó, hála Istennek, mert nekem sem. Nem megy ez nekem. Ahhoz képest elég jól csináljuk mindketten. Hideg van. Gyújj csak tüzet. Igen. Azt hittem, még tart a szerelem. De nem igen gondoltam rá. Ez ott volt a fiam, a munkám, a férjem. Tudja, írónak készültem akkoriban. David és én már a második gyereket tervezgettük. El tudja képzelni? Aztán egy nap ülök a kocsiban. És meglátom őket. David és az a nő sétálnak a parkban. Egy pillanat volt, épp csak megláttam őket, és tudtam. Ültem tovább a kocsiban, le sem állítottam a motort, csak ültem másfél órán át. Az ember szembesül a lehetetlennel, és másfél óráig tart, amíg megérti. Még egy évig húztuk. Hihetetlen, hogy mi mindent kitálaltam magának. Ilyesmi bárkivel megtörténhet, nem igaz? Igen. De ez magával történt, Tereza. Sajnálom. Itt Szent Clairben is történik ilyesmi? Ó, hogy ne. Szent Clairben is történik mindenféle. Hol ez, hol az? Meséljen Catherine-ről. Hát... együtt nőttünk fel. Meglehetősen. Vonzó volt. Elbűvölte az embert a mosolyával, a lelkesedésével. Képes volt lázba hozni egy egész szobát, egy egész várost. El is neveztem Szent Katalinnak. Hogyan halt meg? Beteg volt. Törékeny. Sajnálom.
Semmi baj. Elmúlt. Itt élte le az egész életét? Még nem. Istenem. Ez a hely. Csupa földút volt, meg zsombékos. Tényleg? Anyám utált itt élni. 10 éves voltam, mikor elvitt Virginiába. De 16 évesen visszajöttem, és itt ragadtam. Hiányzott minden, a szagok, meg a munka a vízparton. Az apám. A csend. A szél. A szél? Uh-huh. Ez magának szél? Chicagóban, ha fúj a szél, télen. És nem fordít hátat neki, lefagy az arca. Lélegezni se tud. Hát, itt van a két Karolina állam legöregebb tölgyfája. Tényleg? Ezt próbálja überolni. Csak ide szeretnék bújni. Vigyázz, csupa for. Átnézte a tervrajzaimat, és egy szót se szólt. Egy hét múlva már kész volt a kép. Ez lett volna az első. Saját hajókat tervezni és építeni. Ez volt az elképzelés. Ez lett volna a prototípus, amit soha nem adunk el. Mikor fejezed be? Két éve hozzá se nyúltam. Majd egyszer. Igen. Majd egyszer. És elviszel majd magaddal? Megkerülni a fokot, ahol a szél halára rémít. Ma éjjel nem lesz szél. Honnan tudod? Halászfia vagyok. Nem, hallgatod a meteorológiát. Eljössz vitorlázni ma este? Pár nap múlva visszamegyek. Nem maradhatok tovább, mert hazajön a fiam. Nem tudom, van-e értelme, talán... Rendben. Komoly hiba volt. Megitatni vele a kávédot. Pedig ízlett neki. Csak udvarias volt. Senkinek nem ízlik, nekem elhiheted. Légy jó. Uramisten. Mi az? Nyugalom. Jól van, Johnny, maradj ott, jó? Állj félre!
Nem látlak szívesen. Azt mondtam, állj félre az útból! Nem ellened ítélt a bíró megint. Ez nem tartozik rád, Don. Lezártuk az ügyet. Mi csak a festményeket akarjuk. Ezek a képek részei az életünknek. Itt csak te láthatod őket. Mindenkinek látnia kéne. Kérlek, Gerett. Nekünk csak ezt hagytad belőle. Először nevezett gyilkosnak Hank. Így szemtől szembe. Az ég szerelmére senki nem ölte meg. Magára hagyta, amikor beteg volt és gyönge. Haza akart jönni hozzá. Itt volt az otthona. Most pedig megöli az anyját. Szép lassan meghasad a szíve. Odaadtam mindent, amit csak lehetett. A képeket, Gerett! Szereztél másik nőt magadnak. Miért nem adod vissza a képeit? Maradj ki ebből, jó? Menj be! Itt festette őket. Kitette a falra, érted? Ő nyúlt hozzájuk utoljára, és úgy maradott ott hagyta őket. Jól van, ebben elég! Jól van, ezt akarjátok mind, igaz? Szétvágom, hogy jusson belőle mindenkinek egy darab, ami... Ne! 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 Ne, apa! Menj innen! Hagyj! Uramisten! Csak ennyit jelent nektek? Képesek volnátok darabokra szedni? Mi ütött belétek? Vérben forog a szemetek? Ketrin miatt? Vagy csak azért, hogy verhessétek a melleteket, mint egy rakás, nyavajás majom? Mi a fenének avatkozol bele? Én is szerettem. És kell, hogy legyen valamilyen emlékem róla. Elég lesz ebből egy darab. Ne! Márta! Márta! Ő utálná ezt. Utálná, Hank. Dodge-nak igaza van. Ez rosszabb a halálnál. Őrültek mind. Ők csak az egyik háborúzó fél. Láttad őket? Hallottad, mit mondtak? Igen. De azért te is legalább annyira ludas vagy, mint ők. Nem zavar ez az egész? Előtted...
Gondolni se tudtam arra, hogy valaki közel kerülhet hozzám. De néha... Néha... Még érzem őt, itt van. Velem. Én nem akarlak becsapni, Tereza. Olyan gyönyörűen süt a nap, gondoltam, odakint terítek, jó lesz? Azt mondtad, bejöhetek, igaz? Tudom. De ehetünk a konyhában is, ha akarod. Hoztam mandulás kalácsot, és remélem apád szereti. Vissza akartam tenni. Nézd, Gerett, nem tudtam, hol a határ kettőnk között. Az a helyzet, hogy én sem. Elviszem innen, sajnálom, ne, igazán. Ne, hagyd csak. Feltakarítom. Hadd takarítsam fel, jó? Hozok rongyot. Majd én. Mondtam, majd azt én. Mondtam én. Csak adj egy percet. Szóval magája, Jackie. Igen, az enyém. Itt nézelődött néhány napja. Megtalálta, amit keresett? Nem tudom. Tereza vagyok. Dodge. Mint a kocsi. Gerett azt mondta, csinos, pedig ön gyönyörű. Ezt igazán örökölhette volna magától. Veszekedtek. Az jó jel. Hibát követtem el. Valamit elmozdítottam a helyéről. Ne törődjön vele. Még nem heverte ki. Mintha elütötte volna egy kocsi. Esküszöm olyan. Kagyló. Ennél jobbat sehol nem talál. Jöjjön beljebb. Túl sokan vagyunk odabent. Akar sétálni? Igen.
Nem beszél sokat. Körülbelül annyira közlékeny, mint egy hal. Különben kezdettől fogva nem stimmelt az egész. A lány családja azt hitte, Catherine lesz az, aki kitör innen és meghódítja a világot. Gerett túlságosan hasonlít rájuk, szerintük legalábbis. A család azt gondolta róla, hogy ide láncolja, és visszarántja Catherine-t. Hogy halt meg? A terhesség kiszívta minden erejét. Összeesett a szüleinél. Erre ott tartották. Gerett pedig odament és betörte az ajtót. Elhozta Catherine-t. Ő is örült neki. A lehető legnagyobb gonddal ápolta. Körülbelül azt hiszem egy hónapig, de aztán Catherine egyszerűen feladta. Most már tudja, miért olyan szótlan. Az öregének be nem áll a szája. Most már ehetünk? Igen. Ki kéne verned egy-két falat? Túl zsúfolt ez a ház. Nincs miből. Mi is meg tudnánk csinálni. A végén hajó lenne belőle. Kéne egy terasz, pár szoba. Minek? Csak nem akarsz ide költözni. Isten őriz, de te nagyon élveznéd, mi? Figyelnéd minden lépésemet. Fél, hogy visszaszokom. Kikér süteményt? Itt, amint egy kefekötő, ráment az egészségem. Nincs mit titkolni rajta. De különösebb kitüntetés sem jár érte. Napi két sör, ez a maximum. Nem váltunk témát? De! A téma a változás. Az ember változik. Még te is. Ez a téma. Jó volt a vacsora. Maga volt a legjobb. Ha 150 évvel fiatalabb lennék, nagy bajban lenne, kisasszony. Hová mész? A parton eszem meg a desszertet. Kösz. Kedvel engem. Igen, jó ember. Azt mondta, borzalmas alak vagy. Vicceltem, én mondtam. Igaza van. Te voltál a legjobb az este. És egész nap. Egész évben. Bár egyszerűbb volna. És könnyebb. Ne haragudj. Virágot nem kell küldened, de ugye hívjuk egymást. Hát, én azért elvártam volna némi virágot. Tudnék itt élni. Nem ijesztgetni akarlak. Megrémültél, mi? Nem. Eljössz meglátogatni? A szárazföldre? Oda én nem megyek. Van egy tavunk. Jó nagy tó. Hát jó. Visszamegyek a munkámhoz, a fiamhoz. Te pedig elfelejtesz, igaz? Minden nap.
Megvan a számod, tengerész. És neked is az enyém. Mesélj, mi volt? Majd később. Hé, megtért a bolygó, Hollandi, hogy vagy? Kösz jól. Na és megoldottad a rejtélyt? Nem volt rejtély. Elvesztette a feleségét, Catherine-t, aki festő volt, és meghalt, de az emléke él. Ne mondd, szóval ezzel vége is? Igen, úgy tűnik, nincs semmiféle sztori. Mondd csak, nem ezt jósoltam véletlenül? Szóval... Jól van, Charlie, mehetsz a dolgodra, jó? Jó. Nem bántad meg? Nem. Nem? Helyes. Szóval, milyen nő volt? Szép volt, és törékeny, és remek festő. És ott van mindenütt, az egész házban, és a műhelyben. Uh-huh. Mindenki ismerte. Még mindig szereti? Mintha élne. Kutatás, Tereza. Szia. Én vagyok az. Gerett. Tudom. Sajnálom, de befejezem a hajót. A hajómat. Csak el akartam mondani. Hogy vagy? Jó pár hét telt el azóta. Nem tudtam, mit mondjak. Most se tudom. Segítsek? Hát, jó lenne. Kérdés. Csak alkalmi dolog volt az egész, vagy valami más? Netán a kezdete valaminek. Csak válaszolj, semmi kényszer. Vagy csak egy playboy vagy, aki a turista nőkre utazik. Engem csak két nő érdekelt egész életemben. Catherine és... Egy városi lány.
Nagy szájú, erőszakos. Kösz. Szóval csak a hajó miatt hívtál? Nem. Hiányzol. Hiányzik az egész. Miért nem jössz el hozzám, Gerett? Csak látogatás, nem ígéret. Annyi elég? Hidd el, nem akarok rád akaszkodni. Én is épp úgy félek, mint te. És nekem is hiányzol. Jó, mikor? Akkor mikor jöjjek? Tegnap. Nem hajón jössz, ugye? Nem. Jetskivel? Windsurfer? Viselkedj rendesen. Megvan a jegyed? Persze, hogy megvan. A ruháim fel vannak címkézve, és van apróm is, hogy felhívjalak. Vettél ajándékot a fiának? Vegyél neki valamit a reptéri ajándékboltban. És ha lehet, ne verekedj senkivel. Ott jön. Halálpontos, akár csak az öreged. Vigyázz a hátadra, és vedd be a gyógyszeredet. Ha jól számolom, mire megjövök, két sör lesz még a hűtőben. Micsoda dolog mások sörét számolgatni. Ha sört hozott Kennyvel, vagy bárki mással, úgyis megtudom. Két megyét riasztottam. Látom, megfogott az a nő. Hogy lehetsz ilyen? Akkor egy hét múlva. Egy frászt! Ha csak magaddal nem viszed a jegyedet! Jó kutya. Azt hiszem, itt van. Jól van. Helyes lány. Bemutatsz neki? Mindjárt. De ideges vagy. Tényleg? Azért jól néz ki, ugye? Jól. Úgy értem, tűrhetően. Ide találtál. Gyere be. Jason? Hello. Szia. Szia. Azt hiszem, csalódott. Nincs rajtad kapitányi egyenruha. Mama! Arra számított, igaz? Gyere bejjebb. Nem tudom, hogy ennyi idős fiúhoz illik-e, de... Persze! Köszönöm. Kedves tőled. A romboló korszakában van. Azt hiszem, ez olyan férfi dolog. Gerett, köszönöm. Utálja a csokit. Fura ízlése van. Ez igaz? Igen, de akkor is kedves tőled. Jason. Bocsáss meg. Köszönöm, mindig is erre vágytam. Biztos fáradt vagy, igaz? Remélem megfelel. Ez pompás, tényleg tökéletes. Jason a barátjánál alszik holnap este, úgyhogy... És ez jelent valamit? Ne csináld! Ó, Gerett, tudom, hogy nem valami romantikus. Mi? Ilyen az életem. Nem, semmi baj. Ez kedves.
Azt akarom, hogy megismerj a hétköznapi megszokott énemet. És te ismersz engem? Mama! Ne félj, nem jön ki. Hát ezért jöttem idáig. Tereza! Na mindegy, nem érdekes. Örülök, hogy itt vagy. Én is örülök, hogy itt vagyok. Mindjárt odaérünk. Szóval, szerinted ezt kitől tudjuk megkérdezni? Közöm sincs. De jó, várj csak. Várj csak, ő az. Ő az. Uramisten, itt szót se. Szia, kincsem. Hát te mit keresel itt? Villamosoztunk. Tényleg? Számítózhatok? Persze. Szia. Szia. Jason meg akart lepni. Remélem, nem baj. Dehogy. Jól tettétek. Csak egy percre ugrottunk, de aztán megint ujjázunk. Képzeld, fél a villamostól. Nem, nem félök. Hello. Annie, Gerett. Hello. Hello. Hát, itt dolgozom. Hello. 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 Akkor mi... Örülök, hogy találkoztunk. Mi? Most már tudom, hol dolgozol. Szóval ő éhebb, mi? Igen, ő az, de nem éhebb kapitány. Most a jog barátságosan? Barátságosak. Igen, tudom. Nézd oda. Miért mondod, mikor olyan aranyos? Ugyan, menj már. Miért vagy ilyen utálatos, Charlie? Nem akarod, hogy boldog legyen? Halszaga lesz egész életében. Én nem tudom, mit vártam. Nem gondoltam, hogy mindenki ilyen barátságos. Nézd csak, teljesen ledöbbentem. Akár hiszed, akár nem, a legkedveltebb kutyafajta Lina, a pudli. Oh, hello. Hello. Nagyon örvendek. Örvendek. Szia, Lina. Szia, Jason. Szóval Jason most elviszi Gerettet vitorláznia a tóra. Oh, igazán, nem éved. Itt valahol tónak kell lennie. Igen, érzi a szagát. Szakról megérzi. Ha valami zűr volna, tudja bármiféle, csak hívjon, illetve hívja az újságot. Akarsz kormányozni? Persze. Te vagy a kapitány. Tartsd egyenesen a hajót, jó? Csak egyenesen. Szia! Szia! Hogy vagytok? Kösz jól! Szia, Jason! Csokolom! Szia, mindig Jason! Mindig vagytok? Szia, hello. Lenny! Sziasztok! Jó mulatást! Sziasztok! Gyere! 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 Meg kell szoknom, hogy itt vagy. Ne! Maradj csak, Gerett! Maradj! Jó itt. A dolgait között. Na és erre számítottál? Megnyugtató.
Egy kicsit zavarban vagyok. Mit nézel? Terezát az otthonában. A hétköznapi, mindennapi Terezát. Gerett, várj. Azt akarom, hogy minden tökéletes legyen. Rendbe tenni a szobát, gyertyát gyújtani, és le kéne zuhanyoznom. Oké. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Úgy félek. Ez jó nagy volt. Na jó. Akkor most lezuhanyozom. Jaj, ne. De. Ne, várj csak. Tudnád, milyen jól esett. Ó, Istenem, Gerett. Ezt honnan szerezted?
Hogy találtad? Találtam a tengerparton. Gerett, várj! Belebotlottam. Bíznod kell bennem, én... Bízni? Istenem, találkoznom kellett azzal, aki írta, azaz veled, érted? El akartam hogy mondani. Hogy találtál rám? Felkutattam. Az összes üzenetet, és voltak nyomok, amelyeken... Az összes üzenetet? Mindet megtalálták, aztán olvastak róla a labban, és elküldték nekünk. Esküszöm, hogy el akartam mondani. Gerett, várj! El kell mennem. Gerett! Gerett, várj! Miért tetted ezt velem? Miért? Kíváncsiságból? Vagy hivatásodból? Nem, egyszerűen beléd szerettem. Először a leveleidbe, aztán pedig beléd. Bocsáss meg! Féltem. Féltem, ha elmondom. Ellöksz magadtól, és ez most be is következett. Várj. Bármit gondolsz rólam, bármi történjék is, tudnod kell, hogy mennyire szeretlek. Nem az számít, hogy mi hozott össze bennünket, Gerett. Azokat a leveleket neki küldtem, nem neked. Sem a kollégáidnak. Tudom. Mind tudnak rólam, ugye? És Catherine-ről is. Az a három levél megváltoztatta az életemet. Én nem akartam lehozni két a lapban, higgyél nekem. Én két levelet küldtem Catherine-nek. Tessék, nálam van mindegyik, mind a három. Hol a harmadik? Abban a fiókban? Catherine! Catherine! Minden hajónak és minden kikötőnek. A családomnak, barátaimnak és minden ismeretlennek. Ez egy üzenet és egy fohász. Az üzenet. Utazásaim során nagy igazságra jöttem rá. Megtaláltam azt, amit mindenki keres, de kevesen találnak meg. Azt a valakit, akit életem végéig szeretni fogok. Aki akár csak én, ismeri a külső zátonysort és az Atlanti óceán varázsát. Aki egyszerű kincsekkel gazdag, saját erejéből tanult és boldogult. Kikötő, melyben örökké otthonra lelek. Se szél, se baj, még egy kis halál sem rombolhatja le ezt a házat. És a fohász. Bárcsak mindenkinek része lehetne ilyen szerelemben, hogy meggyógyítsa. Ha fohászom meghallgattatik, nem lesz többé bűntudat, sem megbánás. És harag sem lesz többé. Kérlek, Istenem. Ámen. Nem tudtam, mit írt. Azután nem tért többé magához. Megszállítgattam, melegen tartottam. Bevittem a kórházba. De többé. Három nap múlva meghalt. Folyton az jár a fejemben, hogyha aznap nem megy ki. Kerető tudta. Mit? Le is írta. Még egy kis halál sem rombolhatja le ezt a házat. Tudta. Szeretném magammal vinni.
Szia! Szia! Ó, ne haragudj! Hagyjalak inkább magadra. Telefonált? Nem. De hagytam neki üzenetet. És bocsánatot kértem. Kértem, hogy hívjon vissza. Akkor hívni fog. Léna, emlékszel, mi hiányzott folyton? Amikor Davidről panaszkodtam neked, emlékszel? Az őszinteség, a bizalom. Tudod, annyira féltem. Illetve beleszerettem Gerettbe, és a jobbik eszem azt súgta, mondd el, a másik meg azt mondta, várj, még nem fogja megérteni. Várd ki az idejét, várd, míg megtalálod a megfelelő szavakat. És elszúrtam. Ráadásul azzal, amit mindig is utáltam, hazudtam. Dehogy hazudtál. De ő azt hiszi, igen. És most már soha többé nem fog bízni bennem. Mindenkinek vannak apró kis hazugságai, ki nem mondott igazságai. Hidd el, a végén biztosan meg fogja érteni. Nem tudom. Nem tudom, képes lesz-e. Hisz láttam, hogy mennyire fájt neki, ahogy Catherine levelét olvasta. Láttam rajta. Mennyire fájt neki. És hogy még mindig mennyire szereti. Nem tudom. Márta? Márta? Tessék! Azt mondtad, ha egyszer kedvem támadna írni egy cikket. Csak nem. Ő is benne van? Nincs. Más történetek. Jó sztorik. Legfőbb ideje volt. Tudod, ha az ember megsérül, bezárkózik. Igen. Még elmúlik a fájdalom? Nem tudom. Vagy csak megtanulja elviselni, mint bármi mást. Mint mondjuk a dugódarabkákat egy palack jófajta borban. A bort azért nem öntik ki. Mondd, ez is benne van? Ez a boros, dugós dolog? Nincs. Helyes. Rémes volt. Legtöbben tán csak most írjuk életünk történetét. Menet közben alakítjuk. Mások élete viszont, mintha már előre el volna tervezve. Megváltoztathatatlan. Tökéletes akár egy kör.
jó. Nyisd ki. Lassan. Hű, de izgés. Igen. Nézd, mama. A robot első oldalára került. Óriási. Köszönöm. Kivághatom? Persze. Figyelj, csak jó lesz. Igen, remek, tökéletes. Köszönöm. Nincs mit. A mai posta. Köszönöm. Szívesen. Drága Teresa, sokat gondolok rád. Nélküled nem ismerném Catherine utolsó szavait. Érzéseimet beleépítettem a hajóba. 25-én avatjuk. Remélem megnézette is, Gere. Ez igen, ezt nevezem. Ez a dekoráció leírhatatlan. Kicsit minimalista. Kedves, hogy rám löki az ajtót, uram. Igen, ajándékot hoztam, hogy feldobja ezt a tágas irodát. Feltehetem? Hogy te milyen rendes is tudsz lenni. Igen, tudom. Nem fogod kitalálni, ki ez. Olyan boldognak látszó. Minden rendben? Igen. Ó, éhebb. Uh-huh. Uh-huh. Szabad? Uh-huh. Ha netán valami elmebajos és röhelyes dologra készülsz, az csak egyet bizonyít. És pedig? Héttenger legnagyobb bázlistája. Idézett Charlie Tuskytól. Még azt hiszik, az alsó gatyáit száradnak a kötélen. Jól nézel ki. De rémesen érzem magam. Nagyon szép lett, Gerett. Köszönöm, Márta. Menj csak, fiam. Menjünk. Szép munka volt, Gerett. Catherine-re! Catherine-re! Azt kívánom. Bár itt lehetne ő is. Minden nap.
Apám azt mondja, ott voltál. Bár tudtam volna. Meg akartalak lepni. Ostoba ötlet volt. Dehogy. Jó, hogy látlak. Örülök, hogy eljöttél. Én is. Láttam a hajót. Gyönyörű. Tényleg. Örülök, hogy sikerült. Nem jössz be? Tereza. Ne haragudj, igen. Biztos megbántottalak. Nem. Csak megértettem, amit eddig nem mondtál ki. De lehet, hogy csak én nem hallottam. De most már mindent értek. Szép, hogy ennyire szereted. Tereza. Nem kell mondanod semmit. Hisz épp ezért kerestelek meg. Maradj velem. Gyere be, és maradj, amíg csak akarsz. Gered, gondolkoztam. Mindent végig gondoltam, amíg itt ültem. Nem maradhatok. Miért? Majd eljössz hozzám, ha úgy érzed. És ha nem, akkor sincs semmi baj. Mert nem bánom. Egyetlen percét sem. Egyet sem. Szervusz. Tereza. Nem akarlak elveszíteni. Akkor ne tedd. Kösz. Miért ülsz mindig ugyanitt? Mit számít az? Kíváncsi lettem. Mióta is? Vagy 10-11 éve? Az Istenért. Korábban ott ültél. Na. Most jó? Jó, ha. Hozz a fiúnak egy kávét. Szörnyen nézel ki. Semmi bajom. Megtaláltad? Hagytad elmenni. Nem akarok beszélni róla. Menj már! Jó, jó. Ő döntött így. Mit vársz tőlem? Kitartást. Borulj ki, őrülj meg, verekedj érte. Egyetlen délután töltöttél vele. Azt se tudod, kicsoda. Chicago. 3 perc elég. Hívd fel. Az utolsó esélyed. Persze, hogy elment. Nem ostoba. Nem akar közéd, és... Még én sem tudom, hogy mit akarok. Hát ki a fene tudja? Azt hiszed, könnyű új nőt láttam a házadban? Hát nem könnyű. De mondok valamit. Mit nem adnék, ha legalább megpróbálnád, aztán menet közben kisütnéd, hogy hagyd mit akarsz. Ezt, jó? Hagyjam? Igen, hagyd. Egyszerűen... Felejtsd el. Nem tudom! Nem tudom elfelejteni. Miért nem? Mert a fiam vagy. Semmi között hozzá. Tessék? Mondom, semmi között hozzá. Fordulj meg! Hé! Hey! Fordulj meg! Ökörre! Gyerünk! Ne, apa, ne csinálj! Na, üsd meg!
Gyerünk, üss képen, te szarházi! Nincs közöm hozzá? Nincs közöm a fiamhoz? Akkor mi a fenéhez van közöm? Ki más van? Aki valaha is. Kiállt mellettem. Azt hiszed, hogy én nem tudom, mi a fájdalom? Neked is okoztam eleget. Azt hiszed, el tudom felejteni? Vele mehettél volna New Yorkba, de én itt hevertem részegen, betegen. Tönkretettelek. Apa. Talán minden másképp alakulhatott volna. Apa! Nem miattad maradtam. Ez vagyok én. Ez az én világom, ide tartozom. Ő azért jött vissza, mert rájött, hogy ő is ide tartozik. Maga választotta. És hogy szerettem érte? Én is. Most te válasz. Válasz. A tegnap és a holnap közül. Válasz egyet. És tarts ki mellette. Akkor befogom a számat, és békén hagylak. Hogy mindig tudd, hol vagy, és hol az otthonod. Szeretettel, Teresa. Drága Catherine. Kimész a tengerre? Igen, uram! Remélem, tudod, mit csinálsz? Most már mindent tudok. Jó reggelt. Ideje felkelni. Reggel van.
és a 43. utca polgármesterének nevezik. Kedves ember, mindenkit ismer, segít az embereken. És hogy a lényegre térjek, most lesz 70 éves. Szóval a polgármester születésnapján... Bocs, hogy félbeszakítalak, de telefonon keresnek. Átvennéd az üzenetet? Sürgős. Elnézést. Nyugodtan beszélj az irodámból. Kösz. Halló. Lányom. Dodge? Jobb, ha addig mondom el, amíg még képes vagyok beszélni. Egy hajó bajba jutott kint a nyílt tengeren. Egy háromtagú család Gerett próbált, szóval próbált segíteni nekik, és végül elmerült. Mit mond? Bement utánuk. Kettőt kimentett, és belefulladt erőbe. Nagyon sajnálom. Most nem tudok többet mondani. Értem. Viszlát. Folytatjuk a keresést. A holttestet még nem találtuk meg, de újra lemerülünk. Viszünk lámpákat. Itt kell lennie valahol. Nehéz idők ezek. Jöjjön be. A hajón találtam. A kabátja zsebében. Drága Catherine, veled kezdődött az életem, és azt hittem véget ért, amikor elmentél. Azt hittem, hogy az emléket tart majd életben mindkettőnket. Tévedtem. Tereza megmutatta nekem, hogy ha kimerem tárni a szívem, újra szerethetek, bármekkora is a fájdalmam. Rádöbbentett, hogy csak fél életet élek. Megrettentett és fájt. Nem tudtam, mennyire szükségem van rá, egészen addig, amíg el nem utazott. Amikor felszállt a gépe, valami meghasadt ide bent, és rájöttem, hogy nem lett volna szabad elengednem. Hazáig kellett volna kísérnem. Így hát holnap elmegyek a Szelesfokhoz, és búcsút mondok neked. Azután megkeresem, és megpróbálom elnyerni a szívét. Ha
Ha sikerül, tudom, áldásod adod mindannyiunkra. És ha nem, akkor is áldás lesz rajtam, mert kétszer is szerethettem életemben. Ezt neki köszönhetem. Ha azt mondom, úgy szeretem, mint korábban téged, azzal mindent elmondtam. Nyugodj békében, szerelmem. Gerett. Egyesek élete tökéletes kört formál. Mások sorsát nem láthatjuk előre, s nem érthetjük meg soha. Utam során értek veszteségek, de közben megértettem, miért érdemes élni. És olyan szerelemben volt részem, amiért csak hálás lehetek. Magyar hangok. Kovács Nóra, Szakácsi Sándor, Bicskei Tibor, Prókai Anna Mária, Ránic Lajos, Szvetlov Balázs, Németh Gábor, Braun Rita, Pataki Inde. Magyar szöveg Bényei Márta, hangmérnök Peller Károly, vágó Simkó Ferenc, gyártásvezető Sarodi Tamás, szinkronrendező Bezsőfi Rajz Katalin. A szinkront az Intercom megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette.
If I could.